A koronavírus járvány miatt már most valószínűsíthető, hogy a tavalyi évhez hasonlóan online formában történhet majd a leendő elsősök beiratása az általános iskolákba. Kondorné Sztojka Ágnes, a Pollák Mihály általános iskola igazgatója, arra hívja fel az érintett szülők figyelmét, hogy rendszeresen látogassák az iskola honlapját, ahol minden szükséges és aktuális információt közölni fognak a beiratkozással kapcsolatban. Ha olyan beiratkozásunk lesz, mint a tavalyi évben, akkor online formában fog ez is megtörténni. Egyrészt a Kréta rendszeren keresztül, de ezt lépésről lépésre le fogjuk írni, hogy hogyan valósulhat meg. Másrészt pedig e-mailben is elküldhetik a megadott e-mail címre azokat a dokumentumokat, amelyek szükségesek a beiratkozáshoz, illetve igényüket, hogy melyik tagiskolába szeretnék, hogy a gyerekük járjon. Amennyiben tudjuk, akkor ezeket az igényeket teljesíteni fogjuk. Az iskola vezetője hozzátette, hogy a tavaly évben gördülékeny volt a beiratkozás, bár tartottak ettől, hiszen mindezt online felületen kellett megtenniük a szülőknek. Egyelőre még nincs pontos információ a beiratkozás menetéről, tette hozzá Kondorné Sztojka Ágnes. A hagyományos iskola kóstolgató nyílt napokat sem tudják megtartani, hiszen egy-egy ilyen eseményen akár 100 fő feletti létszám is előfordulhat az elmúlt időszak tapasztalataiból kiindulva. A kialakult helyzet miatt ebben az évben várhatóan a közösségi média felületein fognak majd bemutatkozni az elsős tanítók. Az Irini János Református Oktatási Központ Tompa Mihály általános iskolájában, szintén online felületen, valamint az iskola honlapján követhetik figyelemmel a szülők a beiratkozáshoz szükséges aktualitásokat, valamint az elsős tanítók bemutatkozását. Suga Lászlóné, az iskola vezetője elmondta, hogy február végéig minden információt megtalálhatnak majd az érintettek az intézmény weboldalán.